Üdvözlöm Önöket, folytatódik a napi aktuális, mutatjuk főbb témáinkat. Ma 80 éve szállta meg a német hadsereg Magyarországot, ekkor kezdődött a magyar zsidóság tömeges deportálása. Hogyan változott meg az emlékezés, hogyan változik az emlékezett politika, erről fogunk beszélgetni Köves Lomóval. Senki nem fog neked hinni, olyan botrányt csinálok, hogy belebukik a kormány, ezek Magyar Péter szavai, erről, fogunk, erről szól majd az újságírói vitánk, amelynek résztvevői már itt is vannak. A stúdióban köszöntöm Kovács Andrást, az Origo és Szalai Szabolcs, az Index újságíró, hogy szervusztok, jó, jó estét kívánok! Szervusztok, jó Magyar Péter ösztűz alá vette <laughs> Rogán lehetett már az elején is sejteni, hogy, hogy a bögyében van, de hát nagyon erős mondatokat mond, például izzítsa az egyik magángépét, keressen olyan országot, ahol nincs kiadatás. Miért nem a miniszterelnököt támadja? Átételesen, hogyha azért ezeket a mondatokat értelmezzük tárgykeretben, azért ez alapvetően a miniszterelnök elleni támadás is, mivel a miniszterelnök nevezte ki, ugye Rogán Antal emlékeim szerint még 2015-16-ban azt hiszem a miniszterelnöki kabinettiroda a vezetőjének, Magyar Péter gyakorlatilag az elmúlt napokban már mindenkit támad. Azért, hogyha megnézzük, eleinte ez egy fókuszált támadás volt, de most már gyakorlatilag az összes baloldali sajtóterméket, az ott dolgozókat, mindezek mellett láthatóan az ellenzéki politikusokat is egyre inkább támadja, mivel nem, nem, nem látja tőlük azt az együttműködési készséget, szerintem, amit mondjuk remélt volna. Úgyhogy nagyjából egy ilyen négy, öt, hat, frontos háborút vív Magyar Péter, úgyhogy én kíváncsian várom például azt, ugye most mindenki arról beszél, hogy majd itt dokumentumokat fog bemutatni, hát ügyészségre megy, hogy lássuk, hogy ezekből mi a valóság. Az Index mennyire érzése értőnek azt, hogy kimarad ezekből a támadásokból? Hát azért ö, szoktunk adni mi is, meg igazából ö, én azt látom, hogy most már egy kicsit ilyen elszabadult ágyúként itt most már mindenki kartlács tűz alá került, tehát hogy... Hát lehet, hogy olyan dokumentumai vannak. Hát azért még olyan túl sok mindent Magyar Péter az állításaiból nem tud bizonyítani, és hogyha már így ezeknél a dokumentumoknál tartunk, ugye az is egy külön érdekesség, hogy például amikor erről a rendőri jelentésről volt szó, ami a Varga Judittal történt vitájukról szól, azért abban is hogy is mondjam, azért ő, kicsit erősebbek voltak a megfogalmazásai, mint ami végül a HVG cikkében megjelent, és egy kicsit szembe jutott az a régi visz, hogy a moszkvicsokat osztogatnak, meg fosztogatnak, tehát ugye, hogy a, végül is a HVG cikke a rendőri jelentés alapján nem írt arról, hogy megverte volna a feleségét, ehhez képest azért ő ezt vetette fel, ugye itt a Rogán Antal is propagandára hivatkozott ehhez, a, ehhez képest, képest azért a kormányjal túl nagy barátságot nem ápoló Dezső András és a HVG volt az, és külön érdekesség az is, hogy ugye már a megelőző hetekben, amikor elvileg ő még nem is tudott arról, vagy hát Dezső András nem kereste meg azzal, hogy nála van egy ilyen rendőrségi jelentés, mert az azt megelőző interjúiban is beszélt például arról, hogy többek között majd nőveréssel fogják, őt minősíteni, tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy Magyar Péternek volt egy nagyon nagy lendülete, amivel ő bekerült a magyar közéleti nyilvánosságba, én tanúsítok azért némi szolidaritást az ellenzéki választópolgárokkal szembe, akik ugye a 2022-es fiaskó után szerettek volna valami új messiást maguknak, most ezt megtalálták Magyar Péter személyébe, de azért ilyen gyorsan valaki elinflálódni a, a, hitelességét, hogy tényleg hosszú évek alatt felépített újságírói karriereket, meg most már minden sajtóterméket a rogáni propagandával vádol, ez azt gondolom, hogy azért az ő komolyan vehetőség gyorsan Itt Itt azért szépen. még van a suttogó propaganda, mert a suttogó propaganda tényleg létezik. Én láttam Különféle DK-s önkormányzati képviselők és DK-hoz köthető honlapok a Facebookon például nagyon komoly összegekért hirdetnek. Különféle magyar Pétertől vett kielentéseket, hogy egyik kedvencem az volt, amit például Bognár Zoltán, az állami autópálya kezelő korábbi vezetője terjeszt a Facebookon, ahol Magyar Péter arról beszélt, hogy 2021-ben, hogy soha nem volt még ilyen jó a fiatalok helyzete Magyarországon, és láthatóan ezt a DK önkormányzati képviselői polgármester jelöltjei ezt a nyilatkozatot gyakorlatilag 100-as, 200-as, 300 nagyságrendben osztják meg. Úgyhogy láthatóan jó helyen kapizsgál Magyar Péter, csak lehet, hogy a suttogó propagandát rossz helyen keresi, mert inkább azok között kell keresni, akikkel, hát ő valamilyen szövetséget a jövőben el Képzelen. Mennyire tekinthet biztatóan a jövőben Magyar Péter, hiszen egy komoly szövetséges egy gyarapodott Márki Zaj Péter itt az adásban mondta, hogy ő tulajdonképpen kész támogatni. Hogy holott bár még nem beszéltek egymással egyáltalán, meg nem is válaszol az ő ötleteire, de hát most már ott van mögötte Szabó Bálint is, ugye a politikai kalandorként, Bálint... színes egyéniségként is, mert ott van Pankota Ilili is ma délelőtt. Márkizó Péterről csak annyit, hogy ugye Márkizó Péter tegnap kezdte el ezt a kampányát, hogy figyeltem, hogy ő Magyar Pétert szeretni lista vezetőnek, mert ugye van egy, egy nézőkértség. Ugye azáltal, hogy a köztársasági elnök írta az önkormány, a önkormányzati és európai parlamenti választás idejét, csak azok a pártok indulhatnak, akik az államfői döntés pillanatában a bíróságon be voltak jegyezve. Tehát innentől kezdve kényszerpályán van Magyar Péter, és ugye Márki Péter próbált neki segítő kezet nyújtani, ami úgy sikerült, hogy bejelentette, hogy ő szívesen vállalná azt, hogy őt felveszi a listájára, majd mai éjjel én azt láttam, hogy Márki Péter kihirdette az ő listájának az első öt ahol például számomra meglepetéssel az a Mellár Tamás szerepelt, aki korábban nagyon élesen kritizálta Márki Zaj Pétert, valamint Mellár Tamás jelenleg tudtommal még a párbeszéd frakciójában ül. Tehát, hogy, hogyha ilyen szövetségeseit talál magának Magyar Péter, akkor ez túl sok jót nem jósolok neki. Én nem tudom egyébként, most én nem akarom őt megpszichologizálni, távol álljon tőlem, meg a mindenfajta minősítéseket tegyek az irányába, bár ő mostanában főleg ebben a legaktívabb másokkal szemben, de én azt látom magában, hogy. Két dolog kell ahhoz, hogy valaki sikeres politikus legyen, vagy legalábbis két dologra mindenképp szükség van. Az egyik az, hogy legyen valamilyen fajta nyilvánosság tűrő képessége. Na most azok után, hogyha bárki akár a baloldalról vele bármilyen kritikát megfogalmaz, az már egyből a Rogáni propaganda része lesz és a másik része pedig az, hogy nem szabad, hogy összeférhetetlen legyen, mert hogy politikai szövetségesekre lenne szüksége. Tehát a március 15-én, az egy vitathatatlan, hogy annak, -e, amikor ő zászlót bontott, és úgymond kilépett a politika színpadára, az szerintem egy megsüvegendő dolog, hogy a hívására több tízezer ember eljött oda. Az már, hogy hétvégén ez a történet Gellert kapott, mert egyébként saját maga ö, hozta ki a magánéletéről szóló botrányos ügyet, amikor még egy karakter meg nem jelent erről a ö, legalább BSBN-számmal rendelkező sajtóban tehát hogy senki semmit nem írt ezzel kapcsolatban még, akkor ö, onnantól ez a történet már gellert kapott. és én egyébként azt gondolom, hogy a, akik látták március 15-én, hogy ott azért komoly tömegek vannak, vagy komolyabb tömegek vannak mögötte, mint Karácsony Gergely, azok még valószínűleg keresték a társaságát, de azért azt gondolom, hogy ha még elég sokáig ezekről a magánéleti ügyekről lesz szó vele kapcsolatban, akkor azért itt nem fognak torzsalkodni az ellenzéki politikusok, hogy Magyar Péter... De, ő amúgy is a távolságot tartani az ellenzéktől. Csak nem mindegy, hogy ez a harmadik út, ez hova vezet, mert ugye Márkizai Péter elmondta, hogy csak fölfelé, ez meg nem tudjuk zsákutca. Igen, ez az egyik része, kicsit utálkoznék veled, hogy szüksége van -e valakinek sikeres politikus ilyen szövetségesekre. Alapvetően, hogyha ő maga meg tudja csinálni azt, hogy a szavazók, a unánál megjelenő szavazók 50 plusz 1 ának a voksát megkapja, akkor szövetségesek nélkül is tud úgymond működni a, az azt követő időszakban. Csak hát láthatóan az ellenzéki pártokban én azt látom, hogy főleg a kisebbek, de azért a nagyobbak is, út a DK-ra és a Momentumra gondolva, azért jelentősen megijedtek attól, el, nem elsősorban nem. megijedtek a mediának a múlt heti, múlt heti felmérésétől, ahol jól láthatóan az ő táborukat sokkal jobban fenyegeti az a veszély, hogy Magyar Péterre szavaznak a hát híveik. Azért Mind is mondjuk voltak üresek nagyjából az ő rendezvényeiket, azt én nem olyan András, most lehet, hogy a nézők meg magyar Péter biztosan úgy fogja kommentálni, hogy mi helyet is cserélhettünk volna, mert én a roháni propagandának a mondatait fogom felbőfölni most, de azért annyi hat kritikám legyen az újságíró kollégákkal szemben is, hogy azért az a medián felmérés az arról szólt, hogy akik ismerik magyar Pétert, azoknak a 13%-a szavazna rá. De magas az ismertsége, tehát nagyon sok. De ez... Nem, én arról a részről beszéltem a felmérésnek, ami a Fidesz és az ellenzéki szavazóknak az attitűdjei próbál és ott, ott a fideszesek körében jóval kisebb volt a hajlandóság arra. Ez vitatatlan, én úgy, én úgy tudom, hogy körülbelül ö, egy tízes skálán úgy ö, hét ellenzék és három fideszes szavazót, hogyha érdekel ilyen szempontból, most nem tudom, hogy a nyilvános mérésekben ö, hogyan szerepel. Egyelőre hogy mert ugye gyakorlatilag az utolsó mérés, ami kijött, az az ávet Research készítette, az múlt pénteken jött ki, ott még nem szerepelt ö, Magyar Péter, abban valószínűleg várni kell még egy hónapot, pár, hogy a események itt felgyorsultak, főleg március 15-e után, azért kérdéses, hogy valamelyik kutatóintézet vállalja, vagy egyáltalán fel fogja tudni majd kutatni a Magyar Péter szavazó. Beszéljünk egy picit a főpolgármester választásról, nem volt még ilyen, hogy három közel egyenlő jelölt lenne a, a... Én Amint... itt vitába szállnék no. ezzel veled. Én pont ezt akartam mondani, hogy Magyar Péterrel szemben úgy látom, hogy például Vitézi Dávidnak sikerül ezt a harmadik utat megvalósítani, amivel egy ilyen háromszereplős verseny kezd kialakulni, és erre volt példa 1994-ben, amikor Barát Etele, Nemzi Gábor és Latorcai János indult a főpolgármesteri Akkor posztért. Akkor lépett vissza Barát Etele. Nem, senki nem lépett vissza, senki javára, és nagyjából mindegyik jelölt 25 fölött szerepelt, Demszki Gábor tudott nyerni egy, egy viszonylag stabil előnyel, emlékeim szerint 7-8 ponttal. Úgyhogy volt már ilyen éles hármas verseny Budapest élén, vagy a budapesti főpolgármesteri posztért, úgyhogy én nagyjából erre számítok, és hát ilyen, ilyen esetben bármi megtörténhet, el is van egy történelmi példa, az Uglóban 2002-ben szintén az MSZP, az SZDSZ és a Fidesz mindenki külön indult, és a győztes a Fidesz jelöltje lett 33%-os támogatottság, az MSZP 32, az MSZP 31%-ot szerzett, úgyhogy bármi megtörténhet a főpolgármester. Milyen, milyen is. kampányra számítatok? hogy melyik mezőben fog eldőlni a kampány? Értelmi mezőben, érzelmi mezőben, képességverseny lesz, vagy szimpátia hogy érzitek? Hát én most így, ugye Vitézi Dáviddal eddig egy hosszabb interjújelent meg talán a Telexben a mai nap folyamán, én azt elolvastam meg a korábbi Vitézi megszólásokat, így figyelemmel követtem meg, hát most Ma sokat nyilatkozott, hogy például igen, az Index. Igen, a többi ö, ö, sajtótermékben is, hogy ki hogyan kommunikált azért... A, É, azt egy kicsit érdekesnek tartom, hogy Karácsony Gergely, aki például nem a fővárosban született és távol álljon tőlem, hogy ezzel megbántsam, én is egyébként vidéki származású vagyok, de hogy betulakodónak nevezi Vitézi Dávidot, azért mert. És euh, pontosan azon a napon, amikor 80 évvel ezelőtt megszállták a német csapatok Budapestet, ez eléggé... Igen, abszalások. hát meg nem csak ezzel van a probléma, hanem szerintem részben azzal van a probléma, hogy akik magukat demokratáknak, meg köztársaságpártiaknak neveznek, azoknak talán azért engedtessék már meg másoknak is, hogy megbérettessék magukat ezen a választáson. Szerintem egyébként én abban nagyon egyetértek Vizizi Dáviddal, hogy ahogy most látom ezeket a megszólásokat, azért alapvetően Karácsony Gergely leginkább a kormányjal fog hadakozni, Szent Királyi Alexandra végig gyurcsányozza ezt a ö, fennmaradt három hónapot, tehát ő végig azzal fogja ütni Karácsony Gergelyt, hogy gyurcsány Ferenc embere, és azért olyan budapest, tehát a konkrét budapesti ügyekről olyan túl sok mindent nem hallhattunk. Annak idén, amikor egy éve volt főpolgármester Karácsony Gergely, akkor én egy kollégámmal elmentem hozzá interjút készíteni, és ugye számon rajta a legelső választási ígéretét, ami arra vonatkozott, hogy a Városháza park az ne egy parkoló legyen, hanem az egy nyilvános az emberek számára megnyitott közpark legyen. Ez volt az első ígérete, öt Még nem Hát csak mikor fog? De Karácsony nem biztos, hogy a kormányal foghatok hozni ebbe a kampányban, ahogy látjuk itt a különféle gyanúsítgatásokat az ügyészség részéről a különféle kerületekben, és ezek az ügyek könnyen lehet, hogy egy szál egy irányba mutatnak, majd lehet, hogy mással is vitája lesz Karácsony Gergelynek itt a kampányban, itt az ügyészségre gondolok, meglátjuk. Itt... András, te ebben jobban tájékozott, hogy akkor mondtad. Nem csak. A vitéző Dávid, én az interjúkat végül Olvastam, és egy dolog döbbenetes volt számomra az, hogy pozitív példaként emeltek ki Baranyi-Krisztina és Őrsi Gergely tevékenységét. Őrsi Gergely tevékenysége gyakorlatilag második körben komolyabb beruházás nem történt, no. utak borzasztó állapotban vannak, Baranyi-Krisztináról meg a BLM szobor és a különféle színű padok jutnak eszembe Ferencvárosról, úgyhogy ez számomra nem tűnik egy. Baranyi-Krisztináért legöb... versengenek az ellenzéki pártok? Hogy ennek Lehet, hogy mindenki szeretne Igen, ilyen padokat egyébként avatni. Őrsi Gergelyt és Baranyi Krisztinát csak, hogy megvédjem őket, bár nem vagyok az ő fogadott prokátoruk, azért, azért emelték, ki Vitézi Dávid pozitív példaként, mert arra hivatkozott, hogy ők azért bizonyos kompromisszumokat meg tudnak kötni a kormányzattal bizonyos fejlesz, kerületi fejlesztésekért cserébe. Vagy azért nem az ilyen pártpolitikai csatározásokra használják sokszor az önkormányzati pozíciójukat. Most az más kérdés, hogy Baranyi Krisztina nyilván ilyen identitáspolitikai dolgokat is csinál a kerületben, ami nem feltétlenül egy polgármesternek lenne a feladata, mm. de, de azért ők tudnak tárgyalni, és ugye ezt szembeállítja azzal, hogy Karácsony Gergely ugye gyakorlatilag az elmúlt időszakban a nyilvános megszólalásaiban folyamatosan olyan, mint már a 2026-os miniszterelnök jelölti kampányát folytatná Budapest élén, és vitéz Dávid meg ugye azt mondja, hogy ő a budapesti ügyekről szeretne beszélni. Egyébként én Szent Király látom ezt, tehát azért bocsánatot kérek, 14 év kormányzás után elő sikerül húzni a kalapból a kormány szóvívőt, és az első megszólalása annyi, hogy a Budapest víziója a Fidesznek, hogy Gyurcsány Ferenc embere a főpolgármester, meg ilyenek, azért ennél kicsit többet kellene a budapesti Ezt A kampány még hosszú van. lesz, de például a Őrségergerre még gyorsan visszatérve, az mégiscsak Őrségergernek van a frakció vezetője, aki 526 millió forinttal nem tud elszámolni. Igen. Mit gondoltak arról a, a, a. Kivel lesz nagyobb harca, Vitézi Dávidnak? Szentkirályi Alexandrá, ugye nagyjából a, a, stabil Fidesz bázisból nagy valószínűséggel ő nem fog tudni kiszakítani. Mint ahogy a baloldali bázisból sem maradnak a bizonytalan szavazók, akik köréből tud gyűjteni magának szavazókat. Azért viszont nagy valószínűséggel Karácsony Gergely is jó eséllyel indul. Ki, Ezt mit? nagyon nehéz megjósolni szerintem, ráadásul ne feledkezzünk, hogy van még két hivatalos erről, vagy nem hivatalos jelölt, akik bejelentették a Mi Hazánk és a Jobbik, valamint még a már a műsorban említett Szabó Bálint is korábban jelezte, hogy a főpolgármester igen. szeretne lenni. Tehát Bunkas a kultúni Magyar Péternek is meg. lesz egy embere. Na ő szegedi önkormányzati képviselőként, akkor mennyire betolakodó, tehát, vagy volt szegedi önkormányzati képviselőként. Mekkora szerepet látok egyébként a mi hazánkos jelöltnek, a jobbikos jelöltnek is ne, ne, főleg a jobbikos is nagyon nehéz dolga van, egy olyan szeméről beszélünk, aki folyamatosan Sopronban indult a választásokon, tehát, hogy én nem is értettem az egész... Végig fogja is. csinálni a kampányt? Á, hát én én Ez bizony. egy jó kérdés, de szerintem ezeknek a pártoknak, az ilyen kisebb formációknak egyébként én csodálkozom azon, hogy a két farkuk a párt végül azt a megoldást hozta, hogy úgy támogatja a Karácsony gergelyt, hogy nem indít ellen eljelöltet, mert egyébként szerintem az a fajta új fővárosi közgyűlésbe tagokat választó rendszer, ami valójában egyébként a régi választási fővárosi. rendszernek a visszaállítása, az pont, hogy a kis pártok számára egy ilyen kampány azért egy erős fő ő polgármester jelölti kampány, az valójában a listás kampányuk is egyben. Tehát arról szól, hogy minél több fővárosi közgyűlési tagot juttassanak be a testületbe. Én azt gondolom, hogy a jobbiknak és a mi azánknak elemi érdeke, hogy ezt a kampányt végigcsinálják, mert egyébként én nem látom, hogy más módon ők tudnák reprezentálni. Ráadásul itt a kisebb pártok esetében a Képváros kutyapártra pártra gondolok, MSP-re. És mondjuk még talán a momentumra is igaz ez, hogy szerintem nagyban fogja befolyásolni az ő EP-választási eredményüket, az, hogy Budapesten milyen eredményt tudnak az önkormányzati választáson le letenni az asztalra, mivel a két választás együtt fog futni. Tehát az, hogy a momentumnak, kétfokú kutya pártnak nincsen főpolgármester jelöltje, szerintem ez az ő. EP bejutási esélyeiket rontja, még Vitézi Dávid mai bejelentésével erős, ez, ez erősödhet, csak ugye Vitézi szavai között én észrevettem egy adott esetben egy hibát is, ugye ő azt állítja, hogy közös listát állít a civilekkel, Na tudni kell, hogy ugye az önkormányzati választáson is, hogyha közös lista van, egy párt, van, akkor nem 5, hanem 10 a bejutási közöbb, ha meg több szövetség, akkor már 15. Azt Tehát pedig, pedig én... úgy van, tehát, nem látom az LNP-be még Vitézi Dávidra együtt, hogy akár 10 vagy 15 százalékot lenne Budapesten. Elvérni. Én itt az ország nyilvánossága előtt még fogadni, mert hogy Vitézi Dávid listája 10 százalék fölött fog szerepelni Budapesten, és én azt gondolom egyébként, ebben szerintem igazad van, hogy az európai parlamenti választásokat és az önkormányzati választásokat sokan nem fogják fejben szétválasztani, tehát hogy az LMP, kifejezetten profitálhat az LP választáson, mert ugye a közélmi kutatási adatok szerint azért most még bőven a bejutási küszöb alap mérik őket a legtöbb intézetnél. Én azt gondolom, hogy Vitézi Dávidnak az ilyen szempontból megjelenése az sokat segíthet az lmp nek abban, hogy legyen LP képviselő. Egy érdekes LP kampány lesz, ahol a, mondjuk a karácsony karók mint EP témaként fognak megjelenni, vagy a közös, vagy a fonódó villamosok sztoria, vagy mondjuk a parkolási rendszer, a Budapest fővárosi parkolási rendszer, mint ezt a fonódó, nagyon, nagyon jó, hogy rátértél erre a fonódó villamos, és én ezt döbben, döbbenetesen olvastam erről a híreket. Hát most jutott eszébe. uh, Nem, 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 hogy például Karácsony Gergely azon a tájékoztatón, amire természetesen a sajtónak egy jelentős részét ismételten nem hívja meg, Karácsony Gergely, hogy itt is elmondtam már többször, de ezt el kell mondani, 2019 óta nem hajlandó azok az újságírók a Válni, aki neki valamiért nem szimpatikusak. Tehát ez a Karácsony Gergely egy azt, áll, azt mondta ez a tájékoztató, hogy szerintem azért is van szükség erre a villamosra, mert ő nagyon sok régi képet nézett Budapestről, uh -huh. ahol nagyon sok villamos látott. Tehát, hogy örömmel veszik, hogy Karácsony Gergely öt év főpolgármesterség után végre elkezd megismerkedni Budapest múltjával, vajon milyen dolgok következnek ebből, hogy hogy működött régen a budapesti közlekedés, és mi az, amit esetleg érdemesen ebből újra hasznosítani. Tehát, hogy ez, ez egy örömteli dolog, hogy öt év után eljutott ez ide. Miért mire el, mondasz, hogy visszaállítja a csendőrséget? Hát azt hiszem, bár ugye újra nyitja a csendőr Szerintem ott... lenne olyan kerülhető, ahol örülnének a. Bár hogy itt a hírtévé egy ilatkozott egyszer, jó pár évvel ezelőtt, ugye egy interjúban elmondta, hogy alapvetően nem antiszemitizmus az, ami gyöngyösi De... máltó. Mondod, hogy a csendőrséghez is eljuthat véletlenül a politikai csodák. É, például, Na, meg, így, mekkora igaz, téma lesz akkor a kampányban a kerékpársávok szerintetek? Én azt gondolom, hogy ö, nyilván a, a Fidesz minden olyan fajta ügy fogja fogja Karácsony Gergelyt, ami ezek a különböző közlekedés politikai intézkedések, amik az autósokat ö, ö, nyilván... Ö, Iritálják, ide, idegesítik. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek leginkább a külső kerületben élők, és az agglomerációban élők. hogy Az agglomerációban élők, mivel közigazgatásak nem Budapesten tartoznak, nem ide szavaznak, tehát akik a legnagyobb elszenvedői és sokszor ezeknek a közlekedés politikai intézkedéseknek, azok nem befolyásolják ezt a választást. Biztosan szóba fog kerülni, de azért én most leginkább azt látom, hogy a kampány fókusza az alapvetően a két úgymond pár politikai esetében, Szent Királyi Alexandra esetében ez a ö, ö, Karácsony Gergely támogató pártok, a mögötte meghúzódó Gyurcsány, Gyurcsány száll, embere, igen, fog, Feri. Miniferé fog a kampány középpontjában állni, Karácsony Gergely meg ugye mindenhol el fogja mondani, hogy a választási programjából azért nem tudta a legtöbb intézkedést megvalósítani, mert hogy itt ugye milyen pénzelvonások voltak, és milyen nehéz helyzetbe hozták a fővárost, amiben nyilván vannak részigasságok, de azért tényleg visszakötve, nem azért, hogy a saját egykori 2020 szeptemberében készült interjúmat promotáljam, tehát azért bocsánatot kérek, az, hogy a Városháza Park az megnyíljon, az nem egy olyan dolog, amihez lényeges mennyiségű kormányzati, Európai Uniós vagy bármilyen fajta támogatásra lenne szükség, hanem akaratra valaki, aki a választási ígéretének még az első pontját se tudta teljesíteni, azért arra nem lehet mondani, hogy ez az egy, egy sikeres. A tört. gyurcsány dologra visszatérve, azért emlékeztünk arra, hogy mégiscsak gyurcsány Ferenc volt, akit elég durván szólt karácsony Gergely, hogy itt lenne az ideje a kormányjal konfrontálódni. És a érdekes módon... azon a bizonyos Igen, és, és, mégiscsak az az interjú előtt, én úgy, emlékeztem, úgy emlékszem rá, hogy ugye ez tavaly nyáron volt az az interjú, előtte azért volt több olyan kérdés, amikor úgy tűnt, hogy a főváros és a kormány között valamilyen megállapodás, akár közlekedés, Ben, akár hévügyben, majd Gyúcsány Gyurcsány Ferenc, és Karácsony Gergely gyakorlatilag 180 fokos fordulata szembefordult a kormányal, mert tudja, hogy ha Ferenc támogatását elveszti, akkor neki politikailag vége. A, ehhez képest mondjuk azért nem régi Belázár János is megállapodott, akkor ezek szerint Gyurcsány Ferenc emberével, Karácsony Gergelyel, tehát azért néha tudnak tárgyalni, de Egyébként tényleg nem azért, hogy itt Vitézi Dávidnak kampányoljak, de azért tényleg jó lenne, a budapesti kampány alapvetően budapesti központú kérdésekről szól. Szalai Szabolcsnak és Kovács Andrásnak köszönöm szépen, hogy itt voltatok.